Köszöntöm Önöket, Apáti Bence vagyok, a főhős látják, a Hír TV Sztár magazinját. Mai hőseink közül az egyik még elnök, a másik pedig polgármester szeretne lenni. Újra. Adásunk első felében adunk egy kis ízerítőt Schneider Tamás, azaz Roy életútjából, míg a másik felében felidézzük a szoci Humbal György ügyeit. Lesz ez? Azért, mert valakinek felreped a pittye, azért 8 hónap büntetés jár. És ez? De bemutatjuk ezt is. Nem minden szerződést ön írt alá, ugye? Ezt jól láttuk. Szerintem pontosan tudja ön is az önkormányzati törvény. És ezt sem hagyjuk ki. Az elnök mától Schneider Tamás, aki lényegében 54%-át szerezte meg a szavazatoknak. Ez volt az a mondat, ami után tovább gurult a lejtőn a néppártosodó Jobbik. A pártból menekülő Vona Gábor a Jobbikot barátjára, Schneider Tamásra hagyta. És még kampányolt is mellette a tisztújításon. Azt válasszuk elnökké, aki az alázat útján a legtovább jutott. Aki az egójával legsikeresebben vívta meg a küzdelmet. Mert higgyétek el, hogy azt tud jól vezetni egy közösséget, aki magát is tudja vezetni. Aki nem tud magának parancsolni, az másoknak sem fog tudni jó utasításokat adni. Egy kicsit előre szaladtunk, nem véletlenül. Most felidézzük az Egri Skinhead Roy múltját, aki egészen az országgyűlés alelnökségéig vitte a parlamentben, majd pártja elnökévé is megválasztották. A Roy néven ismert Schneider, ahogy a szociológusok fogalmaznak, egy tipikusan szélsőjobboldali skinhead szubkultúrából érkezett a politikába. Schneider Tamás nem úgy főszerepet játszott, de az Egri Skinhead-ek vezéreként számos köztörvényes bűncselekményben részt vett. Ezek közül néhány el is érte. Most erre a beszélgetésre készülve fellapoztam a 168 óra egykori számát, ahol azt hiszem 8 oldalas riportot írnak Schneider Tamásról, akkor még feltehetően nem sejtették, hogy 2019-ben majd mosdatniuk kell a Jobbik elnökeként. De hát az élet változik, ahogy mondani szokás, és így lett farkasból bárány, az egykori cigányokat verni akaró, és ténylegesen mozgássérült embert rúdosó, bántó, elítélt emberből, így lett a balliberális média kedvence. Az elmúlt hónapokban a botrányai, a különböző antiszemita, rasszista és erőszakos kijelentései pedig csak olaj a tűzre, és most párton belül a kiszivárgó hírek alapján formálódik egyfajta ellenzéke Schneider Tamásnak, hiszen egyre inkább úgy látják, hogy ha ő fogja vezetni a Jobbikot az elkövetkezendő években, akkor nemhogy mondjuk az önkormányzati választáson nem fognak tudni majd jelölteket állítani, hanem a következő országgyűlési választásra lehet már nem is fog létezni a Jobbik. A 90-es évek elején a Nemzeti Ifjak Egyesületének vezetője volt, ami lényegében egy bőrfejű csoport volt. Schneider hiába hangoztatja, hogy soha nem volt kopasz, csak rövid volt a haja. A tények azok tények. A 80-as évek végén, 90-es évek elején az úgynevezett skinhead mozgalom volt a nemzeti radikalizmus külső megnyilvánulási formája. Ebben az egriek mind fizikai, mind szellemi tekintetben az élen jártak. Nyilatkozta korábban Schneider. 10-soros Martens vagy 14-es Jetta? Zöld bomber vagy fekete bomber Jackie? Csak hogy itt a skinhead, nem skinhead kérdésnél maradjunk. Mit viselt korábban a Magyarország gyűlés esetleges új alelnöke? Nem volt Martens bokancsom, viszont volt bomber Jackie. Tény és való, hogy nekem az egyik kedvenc viseletem volt, és most is nagyon szívesen hordom az amerikai pilótáknak a jackiét. Tegyük tisztában, mert itt elbeszélhetünk egymás mellett. Ön skinhead volt, vagy nem volt skinhead? Erre az a kérdés, hogy mi a skinhead? Tehát ilyen filozófikus kérdésekben nem menjünk. Martens bakancs nem volt, azt mondta, nem volt bomber jackit hordott, bőrfejű volt. Hát a hajam akkora volt, mint most. Jó duma. Majdnem be is vennénk, ha nem olvastunk volna róla korábban. Sőt, még felvételek is kikerültek a netre, ahol skinhead vezérként nyilatkozott. Egyébként Schneider kedvence a Magozott Cseresznye nevű zenekar volt fiatal korában. És nyilván kedvenc felkiáltása a Csak az oly lehetett. A 9-es sorból, oly, 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 teli tojokból, oly, 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 a fél szakja nem, oly, oly.
az akkor még Roy néven ismert politikus ellen 1992-ben vádat is emeltek. Az Élet és Irodalomban megjelent vádirat részlet szerint az üldözés során Farkas Bélát, a Schneider Tamás vezette csoport utolérte, majd Farkas Bélát Schneider Tamás leütötte. Amikor a sértett földre került, az első rendű vádlott és a társaságában lévő személyek Farkas Bélát kézzel, botokkal és kábeldarabokkal ütlegelni kezdték, majd a földön fekvő sértettet összerúgdosták. Az idő mindent megszépít. Roy 2014-ben már így emlékezett vissza a történtekre. Komoly vád velem szemben, hogy 19 évesen megütöttem egy bűnöző fiatal embert. Most sem nagyon fél az ember fejébe, hogy adott esetben azért, mert valakinek felreped a pittye, azért 8 hónap büntetés jár, míg hogyha mondjuk Kozák Rajmund meggyilkolja az osztálytársát, 1 év büntetés csak jár. Hogy értsék tehát a tévénézők. Ez volt az, ami hát enyhén szóval indított a politikai pályán. Schneider akkor azt nyilatkozta a Hír TV-nek, hogy egy bűnözőt, pontosabban cigány maffiózót ütött meg, akit a tárgyalásra is bilincsben hoztak ki a Böriből. Később a felnőtt férfivá érett Schneider már nem volt annyira finnyás a maffiózókkal. Ezt egy 2010-ben kiszivárgott hangfelvételből tudjuk. Figyeljenek csak! Ceglédi Ágnes, a Jobbik Gyöngyösi Alapszervezetének alapító elnöke azon vitázott Schneider Tamással, a párt egyik országos elnökével, hogy miért az éjszakai életben ismert Faragó Tamás szemelte ki a pártvezetés a Gyöngyösen induló Vona Gábor kampányfőnökének. A Vezér Tomi néven ismert vállalkozó nyerőgépeket üzemeltetett. Kiválasztását Schneider azzal magyarázta, hogy van pénze és szabad ideje is. Azt is tudtam, Kermesze is tudtad, mert mindenki tudja, hogy a játék, az összes játékterem üzemeltető környéken, annak jóba kell lenni Magdarudival. Ez egyik. A másik aztán még van, hogy jól lenni, hogy jóba kell lenni. Valószínűleg mafiózókkal is kell, hogy jóba legyen bekövetni. Ceglédi Ágnes változatlanul úgy gondolta, a pénznyerőgépek üzemeltetése nem egyeztethető össze a radikális változást és erkölcsi megtisztulást hirdető Jobbik programjával. Faragó Tamásból végül nem lett Vona Gábor kampányfőnöke, de sajtóhírek szerint a háttérben továbbra is részt vett a korteskedésben. Botrányokban, kínos, jobbikos ügyekben sosem volt hiány. A Jobbik alelnökének fiai ügyét is el kellett simítania, ugyanis ellenük eljárás folyik. A gyanú szerint Heves megyei cigány családokkal erőszakoskodtak, megverték őket. A rasszista indíttatású tetlegesség felső büntetési tétele akár 8 év is lehet. A cigánybűnözés problematikájáról sok mindenkivel beszélek, lakossági fórumon mindenhol beszélek, mert ugye nyilvánvalóan létezik egy ilyen dolog Észak-Kelet-Magyarországon, sőt az ország számos pontján, a cigányságon belül nagyobb az az arány, amelyik bűnözést folytat. Mindenkivel beszélek erről, akiről kell. A gyermekeim olyan helyen élnek, ahol mindennapos tapasztalat a bűnözés, úgyhogy nem kell őket különösebben megmutatni nekik, hogy mi a magyar valóság, mert sajnos olyan vidéken élünk, ahol nem könnyű az élet. Ilyen szempontból nagyon komoly a bűnözés. Schneider Tamás már csak tudja. A cigány bűnözéssel amúgy is végig turnézte az egész országot. Ez Szurcs község. Itt történt ugyanis, hogy még 2015 tavaszán többször megjelent a betyársereg. Köztük a jobbikos Schneider Tamás két fia egy kisebb csapattal. A TASZ állítása szerint a csoport zaklatott egy cigány családot hónapokon át. Még rövid film is készült a történtekről, amelyben a roma család arról beszélt, hogy házuk előtt folyamatosan több autó megállt, és trágár mondatokat üvöltöttek nekik, és nem hagyták békén a családot. A betyársereg egyik tagja viszont arról beszélt, hogy bográcsolni jöttek a szép festői környezetbe. A roma család a sorosféle TASZ védőszárnyai alatt feljelentést tett, a rendőrségi nyomozás elkezdődött, és kiderült, hogy az országgyűlés jobbikos alelnökének fiait többször is igazoltatták a rendőrök. Az ügy 2017 tavaszán pattant ki, akkor a jobbikos politikus ugyan elismerte, hogy fiai tagjai a betyárseregnek,
de mindenkit feljelentéssel fenyegetett, aki megírja, hogy fiai ellen nyomozás folyik. Annyi volt, hogy itt leadtam, hogy olyan feketébe, hogy betyarok, vagy mi volt a hátukra írva, de többet nem tudok mondani. Mert csak köszönő viszomba voltunk velük, hogy miért jártak azok itt, vagy mert fogalmam nincsen. És ez a család, ez a Gulyásék, ezek hova lettek? Ezek elköltöztek. A Schneider fiúk ügyében közösség tagjai elleni csoportos erőszak miatt indult nyomozás összesen 6 betyásereggel szemben. Első körben 2017. február 27-én az Egri járási ügyészség a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság feljelentését a bizonyítékok mérlegelése után bizonyítottság hiányában megszüntette, de itt nincs vége a történetnek. A határozattal szemben ugyanis jogorvoslati kérelem érkezett, úgyhogy az eljárás folytatódik. Az illetékes ügyészség nem kívánt nyilatkozni, mert folyamatban lévő ügyről van szó, és az érintett roma család ügyvédje sem akart megszólalni. Annyit azért a háttérben megtudtunk, hogy ellentmondásos vallomások vannak. Schneider elkísérte fiait a tárgyalásra. Azt látni benne, hogy politikai motiváció rejlik szerintem benne, de ennél többet nem kívánok mondani. Milyen érzés azt látni egyébként, hogy a gyermekeid vannak a vádlottak padján? Hát nyilván nem jó apaként. De hát ez is, egy politikusnak ezt is át kell élnie. Ha már ott volt, más kérdést is kapott az új Jobbik elnök. Például, hogyan képzeli a párt jövőjét? Hát most válaszolni kicsit nehéz egy ilyen szituációban, de teljesen egyértelmű, hogy egy nemzeti néppárti irányvonalat fogunk továbbra is vinni, és az is egyértelmű, hogy egy szociálisan érzékeny nemzeti néppártot szeretnék. Tehát azért jól lehet tudni, lehetett látni az elmúlt 15-20 évben a tevékenységemet, hogy gyakorlatilag szinte csak ezzel a területtel foglalkoztam, és én úgy gondolom, hogy igen magas szakmai színvonalon, úgyhogy ezt mindenképp szeretném, ha kicsit előtérbe kerülne még jobban a Jobbik politikájában. Végül más került előtérbe. Egy újabb hangfelvétel, ami feltehetően a tisztújító kongresszus után készült. Ugyanis valóban, az elején elmondtam, én tudok egy kicsit ilyen a nép embere lenni, a nép gyermeke, stb. Ezünk egy kis bográcsot, stb. Bográcsot, így úgy amúgy. Másrészt pedig én tudok lenni az úgynevezett erős ember kategóriája, aki meg tudja védeni az országot, az embereket, stb. Illetve a cigányok, aki mindenkit a jöntőbb, ugye Hiába, a vér nem válik vízzé. Az ATV-ben magyarázta bizonyítványát, hogy igen, itt egy szövegkörnyezetből kiragadt részletről van szó. Arról beszélek egyébként, hogy mit képzelnek rólam bizonyos emberek Schneider Tamásról, mert a média egy része mit próbál sugallni. Ugye a neve a sajtóba először akkor került, ezt az a jó sokára, és aztán el is felejtették nagyon sokan, amikor bő negyed századdal ezelőtt volt egy úgymond cigányverős ügye. Volt ítélet. Rég volt. Na de most megint ott tartunk, hogy a cigányoktól akarja megvédeni a magyarokat. Nem így hangzik el? Nem, ennél sokkal súlyosabban hangzik el. Én tudok lenni az úgynevezett erős ember kategóriája, aki meg tudja védeni az országot, az embereket, stb. Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök. Ugye sorolhatnám? Vesző, teljesen máshogy értem egyébként, teljesen máshogy értem. És még egyszer mondom, arról van szó, hogy ezt képzelik rólam bizonyos személyek, erről beszélgetünk. Ez azért volt igazán kínos, mert épp egy héttel előtte került a Hír TV birtokába egy érdekes felvétel. Egészen pontosan egy esküvői videó, ahol Schneider felesége náci karlendítéssel üdvözli a fotósokat és az operatőröket. A politikus ezt is igyekezett megmagyarázni. Szögezzük le, nem náci karlendítés. Ettől függetlenül még lengette a karját, és igen, aki nem ismeri azt, hogy a nácik hogyan köszöntek, nem nézett dokumentumfilmeket soha életébe, annak természetesen beugorhat ebből, főleg, hogyha a sajtó ezt akarja mondani. Nem így köszöntek, már elnézést. Hogy köszöntek a nácik, ha nem így? Hát nem fogom megmutatni úgy, mint Huth Gergely a náci köszöntést akart mutatni éppen tegnap a Echo TV, illetve csinált valami hasonlót. Neki sem sikerült, tehát ő sem tudta megmutatni, hogy milyen az, de engedje meg, hogy én sem mutassam, mert nem szeretném. Nem tudja? Hát történész vagyok, láttam dokumentumfilmeket, természetesen tudom, pontosan tudom. Ugye, aki politikusnak áll,
A mondatot inkább nem fejeznénk be. Egyébként a már csak náci lakodalomként terjedő felvétel 3 évvel ezelőtt készült, ahol az esti bulin sem maradt el némi rasszista és homofób felhang. Nagyon nehéz utánozni ennek a buzinak a hangját. Akkor még az a vendégmunkás, hogyan mondta, az a nikkekocsó. Ebben a felfokozott hangulatban állt ki a Jobbik frakciója az ÁSZ épülete elé, és megkongatták a vészharangot, hogy bizony a Jobbik meg fog szűnni a bírság miatt. Már mi is majdnem elővettük a papírzsepiket a fájdalmas arcok láttán. Ja nem, csak vicceltem. A Jobbik teljes parlamenti frakciója eljött az állami számvevőszék elé. Nem ok nélkül, rendkívüli kongresszus tart a párt az újabb büntetés miatt. Összehívom a rendkívüli kongresszusát a Jobbiknak, amelyben 2 fontos napirendi pontot fogunk megtárgyalni. Az egyik a Jobbik megszűnésének lehetősége, és egyben a Jobbik frakciójának megszűnésének a lehetősége, hiszen a 2 egymás vonzata. A második napirendi pont pedig a nemzeti ellenállás folytatásának a megtárgyalása. Jelen pillanatban ott tartunk, és ezért azt hiszem, talán a történelembe is lehet be fog vonulni ez a mai nap, ez a mai sajtótájékoztató, hogy a legnagyobb ellenzéki párt részéről felvetődik a kérdés, tudjuk-e tovább folytatni a politikai tevékenységünket, mint Jobbik. Schneider Tamás elmondta, az eddig kirótt összesen mintegy 1 milliárd forintnyi szankció behajtása ellehetetleníti érdemi részvételüket az európai parlamenti választási kampányban. A Jobbik szóvivője szerint mindent szabályosan tüntettek fel az elszámolásban. Az állami számvevőszék a bejelentés után egyebek mellett azt közölte, megdöbbenti őket az, hogy az országgyűlés független pénzügyi gazdasági ellenőrző szervét politikai nyomásgyakorlással próbálja befolyásolni a Jobbik elnöke. Szerintük ehelyett felelősséget kellene vállalni a pártnak a szabálytalanságokért. Azt nem tudni, a felelősségvállalás mennyire megy majd. Azzal viszont már végképp nem tudunk mit kezdeni, hogy kisvártatva évértékelő kongresszust tartott a Jobbik, ahol a jövőt tervezgették. Ettől már mi is tudathasadásos állapotba kerültünk. Sorra érkeztek a küldöttek a Jobbik évadnyitó rendezvényére, és a televíziós stábok is tudósítani, de a Hír TV stábját mégsem engedték be. Nem kaptak meghívót, sőt, a sajtótájékoztató nem lesz. A Jobbik egyik alelnöke viszont válaszolt stábunk kérdésére. És mire számítanak, hogy megmarad a párt, nem marad meg a párt, mert ugye ez, a elnök úr ezt kvázi belengedte? Hát belengedte az elnök úr, de a Jobbiknak hamarabb kell eltörni a térdét, mint hogy meghajtsa Orbán előtt. A párt frakcióvezetője és elnök helyettese azt mondta, 2018 a legnehezebb éve volt a Jobbiknak. Gyöngyösi Márton azt mondta, az idei év sem lesz könnyebb. Leginkább mi vagyunk az útjukban, éppen ezért sok támadásra kell készülnünk. Ami jó hír. Ez a támadás azt jelenti, hogy vagyunk, élünk, működünk, és veszélyt jelentünk Orbán Viktor rendszerére. Veszélyesek vagyunk Orbán Viktorra nézve. Mindig ennek a közösségnek, mint ahogy eddig is tette, a legnagyobb ellenállás felé kell mennie. A párt elnöke is a további menetelésről beszélt, holott korábban még belengedte a megszűnés lehetőségét is. Az elmúlt hetekben a botrányairól a címlapokra kerülő Schneider Tamás azt mondta, semmi sem tántorítja el, és további ellenállást hirdetett. Én csak egy dologra kérlek benneteket. Bízzatok bennünk. Nem félünk. Az utolsó csepp vérünkig harcolni fogunk. Én el vagyok számva arra, hogy börtönbe kerülök. El vagyok számva arra, hogy egy félőrült, az uszításnak köszönhetően megöl a nyílt utcán. De nem adom fel. Ez szép beszéd volt, Tomi. De nem kellene inkább összeállítani azt az EP listát? És akadt megdöbbentő pillanat is.
a baloldali pártokkal való összefogást kritizálta Murányi Levente. A volt jobbikos országgyűlési képviselő elmondta, amikor társai hívták, nem ment a kormány ellen demonstrálni, mert mindent kész vállalni, de azt nem, hogy vörös zászlók társaságában tüntessen. Hozzátette, ez a módszer nem az ő módszere. Aggódva várok az eredményekre, aggódva reménykedem a jobbik nemzet iránti akaratának észrevételébe, mert sokan várják ezt tőlünk, azért tudjátok. Egy Gyurcsány Ferenc, vagy egy Niedermüller Péter nem emberi kategória számomra. A baloldali pártok a botrányok ellenére nem zárkóztak el az együttműködéstől, sőt, a tiltott pártfinanszírozás miatti büntetés kapcsán is kiálltak a Jobbik mellett. Az, hogy a párt milyen irányba tart, mi sem mutatja jobban, mint hogy egy hónap alatt 7%-kal csökkent a támogatottsága. A Jobbik megszűnésével kapcsolatban érdemes egy számtal leckével indítanunk. Ennek a pártnak az éves költségvetése nagyjából, amit kap a állami támogatásként, nagyjából 3 milliárd forint, 2,7 milliárd forint. Könnyű belátni, hogy az ÁSZ által megállapított büntetési tételeket, amit vissza kell fizetniük, azt simán kigazdálkodhatnák az éves költségvetésükből, ez az első megjegyzésem. Tehát némi fájdalom árán, egy-két munkatárs elbocsátásával, néhány jól teljelő állás megszüntetésével a Jobbik bármikor képes teljesíteni ezt az ÁSZ követelést, amelyre egyébként megjegyzem, a saját hibájukból került sor, hiszen tiltott kampánytámogatást fogadtak el. A másik megjegyzésem, hogy az egész egy színjáték, és hogy mindazok, akik felülnek ennek a színjátéknak, hogy a Jobbik meg akar szűnni, azok nem árt, hogyha emlékezetükbe idézik, hogy ezt egyszer már eljátszották. Egyszer már gyűjtöttek pénzt, és annak a özvegyasszonyok két filléréből összetett tekintélyes sumának az lett a sorsa, hogy szó nélkül beleforgatták a saját kampányukba. Tehát nem csak, hogy a magyar közvéleményt tévesztették meg, hanem szűkebben a saját híveiket is becsapták, és a pénzüket a megkérdezésük, a beleegyezések nélkül másra fordították, mint amire az emberek adták. Hona Gábornak mindig van a politikai ambíciói, mindenképpen akar majd magának valamilyen szerepet 2022-t megelőzően, hiszen nem véletlenül beszél továbbra is közéleti eseményekről, nem hiába csinálja videoblogot, tehát valamilyen ambíciója, valamilyen szerepe mindenképpen lesz majd az elkövetkezendő években. Ugyanakkor az kérdéses, hogy ezt a Jobbik meg fogja élni, tehát a jelenlegi formájában nagy valószínűséggel a Jobbik az nem fog működni, hiszen Schneider Tamás és más hozzá hű és lojális politikusok egyértelművé tették, hogy ők a balliberális oldallal, a demokratikus koalícióval, az MSZP-vel együtt akarnak működni. Ez a Jobbiknak a feláldozását jelenti. Most rövid műsorajánlót tolunk, és ezzel jövünk vissza. Én értem a türelmetlenséget, hogy próbálnak valamilyen hírt kapni erről a dologról, de ahogy eddig én sem tudok erről az ügyről semmit, azon kívül, ami a Hír TV-ben és meg önöknél is szerepelt, nem tudok erről többet mit mondani. Amiben most kimondásra került első fokon, hogy bűnös vagyok, azok olyan tételek, hogy nem fordítottam kellő gondosságot arra, hogy egy-egy ember kit javasol számomra. Az a hazugsággyár, amely működött ebben a kérdésben és minden nem létező Hunvald vagyonnal kapcsolatban, az nagyon nehezen lerombolható. Hiába kapcsolgat, a gyerekek már rég kivették az elemet a távirányítóból. És akkor folytassuk. Most egy teljességgel ártatlan embert mutatunk be. Gondolhatják, hogy csak egy szocialista politikusról lehet szó. Folytassuk Hunvald Györggyel, aki egyszer büntető ügye miatt már megbukott, mint politikus, de újra próbálkozna.
Az agrár végzettségi Humboldt 1994 márciusában lépett be az MSZP-be. 1995-től 98-ig a 7. kerületi MSZP elnökségének tagja, 1998-tól elnöke. 2000-től vezetője az MSZP 6., 7., 8. kerületi alapszervezet küldött csoportjának. 2002-ben lett Erzsébetváros szocialista polgármestere. Egészen 2009. januárjáig vezette a kerületet, amikor előzetes letartóztatásba került. Vádat csak 2010. novemberében emeltek ellene. A vádpontok közt 100 milliós csalástól kezdve sokféle bűncselekmény szerepelt. Humboldt György talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy az embernek meg kell válogatni a barátait. Emlékszem, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt olyan társaságban fotózkodott Humboldt György, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam, akikről ordított, hogy nem orosz tanárként vagy hidegburkolóként keresik a kenyerüket. Természetesen tartom, hogy a szervezet alvilággal egy polgármesternek jóban kell lenni, vagy legalábbis, ha nem kell jóban lenni, de kapcsolatot kell tartani, muszáj néha találkozni olyan figurákkal, akikkel egyébként nem akar. De én élek a gyanúperrel, hogy Humboldt György nem érezte magát kellemetlenül ebben a társaságban, és azok az erzsébetvárosiak, akik alig, hanem hamar dönteniük kell arról, hogy Humboldt Györgyöt vagy valamilyen más jelöltet támogatnak polgármesterként, nem árt, ha emlékezetükbe idézik, hogy bármit mondhat ő, de elítélték. Humboldt György esete az speciális, mert róla kimondta a bíróság több esetben is, hogy bűnös, bűncselekményeket követett el, és ezt követően, miután ugye leülte ezt a büntetését, neki elvileg most már szabad a pálya, és politikai szerepet is választhat, és 7. kerületben úgy tűnik, hogy a ottani MSZP-sek azok mindig kitartanak Humboldt György mellett, és egyre erősebb tábora van, és egyre nagyobb az a támogatói bázisa, aki mondjuk őt akarná látni ismét egy polgármesteri pozícióban, de ez csak azt mutatja, hogy az MSZP-ben már szinte nincsen olyan politikus, aki utánpótlásként előjöhetne. Az ügy 2008-ban pattant ki, de december elején még nem hallgatta ki az ügyészség Humboldt György polgármestert az erzsébetvárosi ingatlan panama ügyében. A 7. kerületi szocialista vezető azt mondta a fővárosi közgyűlésben tett utolsó látogatásán a Hír TV-nek, hogy érdemben egyelőre nem tud nyilatkozni az ügyről, mert ő is csak annyit tud a feltételezett visszaélésekről, amennyi a sajtóban megjelent. Az ügyészség addig az erzsébetvárosi önkormányzat két bizottságának SZDSZ-es elnökeit vette őrizetbe az ingatlan panama miatt. A vád szerint áron alul eladott nagyértékű ingatlanok adásvételi szerződésein viszont az MSZP-s polgármester aláírása szerepel. Az önkormányzat eddig is, meg ezután is minden segítséget megad ahhoz, hogy az ügyre fény derüljön, és minden kérdés megnyugtatóan tisztázódjon. De minden szerződést ön írt alá, ugye? Ezt jól láttuk. Szerintem pontosan tudja ön is az önkormányzati törvényt, ismeri a fővárosi közgyűlési előterjesztéseket. A törvényben senki más nem lehet meghatalmazni, csak a polgármestert, a főpolgármestert, illetve ha feljebb nézünk, mondjuk a megyei közgyűlés elnökét. Erről ezt tudom mondani, magáról pedig rendelkezésre fog állni a Hír TV-nek is, onnantól kezdve, amit tudok mondani. Én értem a türelmetlenséget, hogy próbálnak valamilyen hírt kapni erről a dologról, de ahogy eddig én sem tudok erről az ügyről semmit, azon kívül, ami a Hír TV-ben és meg önöknél is szerepelt, nem tudok erről többet mit mondani. Humboldtot 2009. februárjában vették őrizetbe. A 7. kerületi szocialista polgármester mellett még demonstráltak is az erzsébetvárosi önkormányzat épülete előtt. A bűnszervezetben elkövetett csalásban való bűnsegédlettel gyanúsított politikus, a polgármesteri hivatalnál összegyűlt 100-150 demonstráló szerint ártatlan. Igaz, több javarészt nyugdíjas azt sem tudta megmondani, hogy miért tartják előzetesben a városvezetőt. A tüntetésről szóló szórólap szerint a demonstrációt a barátok és kollégák szervezték. A rendezvényen megjelent G. Németh Erzsébet volt szocialista országgyűlési és önkormányzati képviselő is, aki éppen amiatt nem kívánt a Hír TV számára nyilatkozni, mert jó barátjának tartja a letartóztatott Humboldtot. Miután kijött a Böriből 2012-ben, újra gangon volt a házmester. Ugyanis ezt a fedőnevet kapta Humboldt, akinek sűrűn belehallgattak a beszélgetéseibe.
2012. február 24-én, három évvel a letartóztatása után, az ingatlan Panamában nem találta bűnösnek első fokon a fővárosi törvényszék Humboldtot, de 9 másik bűncselekményben elítélték. Humboldt György másodrendű vádlott bűnös, egy rendbeli, folytatólagosan elkövetett ütlenkezelés büntetében, 5 rendbeli hivatali visszaélés büntetében, 3 rendbeli folytatólagosan elkövetett magánokja a tamisítás vétségében. Ez másfél év börtönt ért, valamint 21 milliót vissza a kerületnek. De mivel 31 hónapot töltött előzetesben, nem vitték vissza a zárkába. Humboldt maga biztosan állt a sajtó elé az ítélet hirdetés után. Amiben most kimondásra került első fokon, hogy bűnös vagyok, azok olyan tételek, hogy nem fordítottam kellő gondosságot arra, hogy egy-egy ember kit javasol számomra. A kerület másik nagy menője, a gazdasági bizottság volt SZDSZ-es elnöke, viszont mindent vitt. Gál Györgyöt csalásért, vesztegetésért, ütlenkezelésért, hivatali visszaélésért és magánokirat hamisításért 8,5 év börtönre ítélték, valamint vissza kell fizetnie több mint 360 millió forint ékemű pénzt is. Kezén már csak az ítélet hirdetés előtt kattant a bilincs. De elmeszelték az értékbecslőt is, aki összejátszott Gállal. Humboldtnak volt oka az ünneplésre. Végig is roadshowzta a médiát, hogy tisztázza magát. Az a hazugsággyár, amely működött ebben a kérdésben és minden nem létező Humboldt vagyonnal kapcsolatban, az nagyon nehezen lerombolható. Mi is megkerestük, de a Hír TV-nek nem akart nyilatkozni. Ő kizárólag élő, egyenes adásban válaszol a kérdésekre. Lényegében minden csatornán szó szerint ugyanazt mondta, és Ferúk István után szabadon ő is csak azt hajtogatta, hogy a kerületben nem volt ingatlan Panama. Nekem az volt a legfontosabb, hogy abban a kérdésben egyértelműen tudjam bizonyítani az ártatlanságomat, ami miatt gyakorlatilag bezártak a börtönbe, ami miatt meghurcoltak. Ez volt ugye az ingatlan Panama. Erről az ingatlan Panamáról a bíróság kimondta elsőfokú ítéletébe, hogy nem volt ingatlan Panama. Az ügyészség már az ítélet hirdetés után súlyosításért fellebbezett. Szerintük volt ingatlan Panama. Álláspontjuk szerint egy ingatlan annyit ér, amennyit fizetnek érte. A külföldi befektetők többet fizettek a közvetlen vevő Nagy György cégének, mint amennyiért a kerület korábban pályáztatás nélkül értékesítette azokat, vagyis az ügyészség szerint a kerület áron alul adta el az épületeket, pályázatot pedig nem írt ki. Ellentétben minden ezzel szembe menő nyilatkozattal, a bíróság igenis megállapította, hogy történt ingatlan Panama, hiszen az elsőrendű vádlott ezért is kapott 8,5 év végrehajtandó börtönbüntetést nem jogerősen. Az ügyészség eredeti vádja a csalás, az ingatlan csalásokhoz kapcsolódóan a csalás bűnsegédi magatartásával vádolta a volt polgármestert. Humboldt György is részese volt ennek a csalássorozatnak, valamint az is töretlen álláspontja, hogy bűnszervezetként működött ez a társaság. Első fokon azt is kimondta a törvényszék, hogy minden zár alá vett ingatlant és vagyontárgyat visszakaphat a Humboldt család, de erre még várni kellett a jogerős ítéletig. A keszthelyi nyaraló Humboldt feleségének nevén volt. Az igazságügyi értékbecslő szerint a szaunás, biliárdszobáslak 57 millió forintot ért akkor. A tanúvallomásokban említett több 10 milliós festményeket akkor még nem hordták vissza, de kutyák vigyázták a bekamerázott házat. Persze biztos, hogy nem voltak 10 milliós festmények sem, csak a fideszes ügyészség koholta ezt a vádat is. De nézzük, milyen karaktergyilkosság áldozata lett a talpig becsületes Humboldt György. Azzal gyanúsították, hogy túl sok és drága autója volt, amire nem lett volna pénz a polgármesteri fizetéséből. De ez szemenszedett hazugság volt, ismerősök nevén voltak. Jaguárok meg néhány ragacs, de ezekhez egyáltalán nem volt köze Humboldtnak. Azzal is vádolták, hogy vett egy repülőgépet. Ugyan, miből lett volna erre pénze? Ez csak a fideszes sajtó találta ki. A három millás tévé és a gyémántokkal kirakott óra sem volt igaz. Volt egy cég, amelyben Humboldt felesége is benne volt.
Ez a cég valóban rendelkezett egy repülővel, szállított is utasokat, pénzes embereket, például Veres János szocipolitikust is. Humboldt azt mondta, nem az övé a gép, hanem a banké. Az ügyészség azért biztos, ami biztos alapon ezt is lefoglalta. Volt, aki azt állította, Humboldt külföldről hozatott be használt kocsikat felújításra. A Tolvajtempó című filmből egy Ford Mustang is megtetszett a moziért bolonduló Humboldtnak. De ez is csak egy aljas pletyka, hogy egy ilyen járgányt akart magának. Neki ugyanis nagyon jó a Suzuki is. Állítólag mostanában egy ilyen autóval jár. Persze régebben is ilyen laza arc volt, még az őt lehallgatóknak is beszólt. Mint mondtuk, Humboldtot 2009. február 10-én vették őrizetbe. A hatóságok szerint már február 4-től bujkált különféle szállodákban és ismerősöknél töltötte az éjszakákat. Ezt számlákkal bizonyította az ügyészség. A székesfehérvári Novotelben például Fazekas Géza néven jelentkezett be, amelyet elmesélt egyik hölgy ismerősének is. Ezt az Éjszakai Rohanás című filmben látta, ahol a főhős az őt üldöző ügynök nevében foglalt szállást. Az, hogy másnak adta ki magát és bujkál, sokat nyomott alatban, amikor az előzetes letartóztatásáról és annak meghosszabbításáról volt szó. Humboldt persze ezt is tagadja, pedig megvan a szállodai bejelentkező a hamis aláírással, és mobilja cella információi szerint is ott volt akkor. De itt még nincs vége Humboldt tárgyalótermi múviának. Ugyanis megtörtént a per újrafelvétel. Persze az ártatlanság vélelme Gyurit is megilleti. Mindösszesen 33.994.000 forint a kár, ami érte az önkormányzatot a felújítási indítvány alapján, és ennek természetesen még a kamatai. Gyakorlatilag annyit tudok elmondani a felújításról, hogy már több mint két éve tart az eljárás a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt, most is újabb tárgyalás lesz februárban, és hát az álláspontom szerint most már ebben az évben az első fokú ítélet meg fog születni. Amennyiben a bíróság helyt ad annyiban a felújítási indítványnak, hogy annak alapján a bizonyítékokat elfogadja, akkor hát itt végelt szabadságvesztés várható álláspontom szerint. De Humboldt szép lassan visszaszivárgott a közéletbe. Először Erzsébetváros szociálnöke lett ismét, majd kiderült, őt indítják polgármesternek. Vagy nem, mert innentől zavaros a kép. Pártelnökké választása után járt Kálmán Olgánál az ATV-ben. A politika hiányzott, és akkor már ugyan láttam a hidat, de el kellett oda mennem. És most, hogy elmentem oda, most meg mindenki azt kérdi tőlem, hogy mármint újságírói szinten, hogy hát mit kézzel, hogy visszajött. Addig mindig azt kérdezték, hogy visszajön a politikában, mikor, vagy amikor visszajöttem, akkor hát hogy? Hát nagyon egyszerű. Egy politikus, egy meghurcolt politikus odáll egy választói közönség elé, legyen mondjuk Erzsébetváros lakossága, vagy bármi, több más politikusról beszéltek, ismeritek az ellenfelét, kit bíztok meg a képviselettel. És ha egy szavazattal többet kapok, mint az ellenfél, akkor rehabilitáltak. A többi az egónak szól, az az egy elég. Én amikor arról döntöttem, hogy visszatérek, én akkor alapvetően éreztem azt, hogy a kerületben, ahol korábban 12 évig vezető voltam, ott megvan az az igény, hogy nagyon-nagyon sok ember vagy jöjjek vissza. Indul? Igen. Akkor igen, hogyha akkor hagyják, hogy induljak. 2017-ben járt a Hír TV-ben, akkor is Olgánál. Nagyon kellemesen elbeszélgettek. Van egy csapat Erzsébetvárosban, amely készül az önkormányzati választásokra, hiszen én mindig azt mondtam, hogy választás nem a választás előtt egy hónappal kell megnyerni, hanem ahogy véget ért egy választást, rögtön el kell kezdeni dolgozni a következő választáson. Vannak emberek, ezek azt csinálják, amit egyébként egy önkormányzati képviselőnek kell csinálnia, nem azt, amit a mostani képviselők, ezek új emberek döntően, és hát készülnek 2019-re. Az ismertségem a letartóztatásom, amikor szerintem olyan 95% volt, és az elégedettség volt olyan 75-80, de én ezt mindig annak tulajdonítom. És most? Azt a részt most nem mérték. Ja, jó, de hát most abban nem tartóztatták le, vagy lemaradtam valamiről. Hát nem, most nem, én nem is kellene vagy lemaradni. Ilyen remélem, hogy nem lesz soha többet az életemben. Annyira eltávolodott a politikai elit,
a való világtól, az emberektől, az utcától, a piactól, a busztól, a trolitól és vidéken mindenféle közlekedés eszköztől, hogy fogalma nincs, hogy hogyan gondolkodnak az emberek. Arról beszélek, hogy van olyan cél, hogy kormányt akarok váltani, már pedig ellenzéki erőnek, bármelyiknek külön-külön az a célja lehet, és erre most még van lehetőség. Én nem hiszem, hogy 2022-ben lesz lehetőség, hogyha marad minden így. Nem tudom, hogy lesz-e Hír TV, majd bocsánat, mert itt dolgoznak, de fogalmam sincs, hogy lesz-e fórum, ahol... A Hír TV örök. A Hír TV örök. Jó, akkor ez itt most a reklám. De az nem biztos, hogy lesz erzsébetvárosi önkormányzat. Az nem, az egyáltalán nem biztos egyébként. Tehát én szerintem itt a kérdés nem arról szól, hogy ki mennyire finnyás. Itt arról szól, hogy meg akarom verni azt a jelöltet abban a választási körzetben, a kormánypárti jelöltet, vagy nem. Arról is szó volt, hogy vissza kell menni a börtönbe, mert rosszul számolták ki a büntetését. Közben Hunvad 4-esre vizsgázott büntetőjogból a jogi karon, és állítólag nem is puskázott. Gratulálunk! Hunvad az Indexnek arról is beszélt szabadulása után, hogy a börtönben találkozott a szintén bevart Hagyó Miklós volt szoci főpolgármester helyettessel, Mesterházi Ernő fővárosi tanácsadóval, a letartóztatott BKV-s vezetőkkel. Nagy buli lehetett, rabtársaival Isten tiszteletre is járt. Jó útra tért, az már biztos. Kíváncsian várjuk, elindítják-e a 7. kerületben polgármesternek. A szociktól mindenki telik. Hunvaltól ezzel a számmal búcsúzunk. Kártes házat építek, majd miért szivál? Disznyópajtát házi mozi ráncérrál. A tyúkokat állattam, arany karparáccá, meg kaparja a zsöré, vagyok a polgármester csúhajja. A tyúkokat állattam, arany karparáccá, meg kaparja a zsöré, vagyok a polgármester csúhajja, pulisztatom! Hey! Legközelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!